A Nemzeti Tehetségprogram dalát adta elő Zséda és Balogh Tamás a Tehetségfórum 2016 elnevezésű programsorozat Nyíregyházi állomásán. Hét várost érintett a rendezvénysorozat, Kecskemét, Kaposvár, Vác, Zalaegerszeg, Sárbogárd és Ózd után a Szabolcsi megyeszékhelyen mutatta be a legfontosabb tehetséggondozó programokat és biztosított kikapcsolódási lehetőséget a tehetséghordozóknak a Család, Ifjúsági és Népesedés Politikai Intézet Nemzeti Tehetségprogram irodája. A program gondozói fontosnak tartják bemutatni azt, milyen lehetőségeken és milyen fejlesztésben vehetnek részt a fiatalok. A Nemzeti Tehetségprogramnak az alapját az adófizetők személyével adójának 1%-os felajánlásán alapszik. Így aztán kötelezettségünk is mindazok számára, akik ideadták a saját adójuknak az 1%-át, hogy bemutassuk, hogy mire költődnek el ezek a források. Másrészt a fiatalok számára is szeretnénk bemutatni azt, hogy milyen tehetséggondozó programokon, fejlesztéseken, rendezvényeken vehetnek részt a lakótájukhoz közel. Szeretnénk ezt a családok számára is biztosítani, számukra is láthatóvá tenni. Ezért gondoltuk azt, hogy fontos, hogy idén is folytassuk a tavaly is már elkezdett tehetségroadshow-t, idén is minél több helyre eljusson ez a fórum. Évente Magyarországon 300-350 ezer fiatal kapcsolódik a Nemzeti Tehetségprogramhoz, amelyhez 2016-tól határon túli fiatalok is csatlakozhatnak. Tehetséges fiatalok Nyíregyházán is élnek. A település vezetése nagy hangsúlyt fordít támogatásukra. A város, az önkormányzat nagyon komolyan támogatja a tehetséges fiatalokat, minden lehetséges eszközzel, rendszerén keresztül, és ezért hoztuk létre tavaly az ifjúsági kerekasztalt, hogy ezt még hatékonyabban tudjuk megtenni, 24 tagszervezettel, mindenkivel együttműködünk, aki az ifjúsággal foglalkozik, és most áll befejezés előtt az ifjúsági koncepció, amit szintén az illetékesekkel egyeztetve dolgoztunk ki, és mindezt azért tesszük, mert ez a városnak a jövője, de a jelenes szempontjából is kiemelkedően fontos. A tehetségroadshow utolsó nyíregyházi állomásán olyan kikapcsolódási lehetőséget biztosítottak a szervezők a fiataloknak, amelyből mindenki választhatott tehetségének megfelelő későbbi elfoglaltságot magának. Az eseményen fellépett többek között a Kantemusz kórus fiúkara, a Lókötő Néptánc Együttes és a Szőlőskerti Angol Két Tannyelvű Tagintézmény Tánccsoportja. Mindezeken túl Erdei Zsolt világbajnok ökölvívóval is találkozhattak a diákok, akik kötelességének érzi a tehetséges fiatalok segítését. Azokat a tehetségeket fel kell karolni, akik ezt megérdemlik. Nyilván vannak köztük olyanok, akik majd lesodródnak, meg elmaradoznak itt-ott, de hát ez teljesen természetes. Hogyha egy-két emberen tudunk segíteni, aki majd később hazánk hírnevét öregbíti, én azt gondolom, hogy mindenképpen fontos ez az akció. Az előadások mellett kézműves foglalkozás, mesehallgatás, táncház és készségfejlesztő játékok is várták a gyerekeket, de megtekinthették azt a kiállítást is, amely a programban résztvevő iskolák tanulóinak alkotásaiból nyílt. Az eseményen teret biztosítottak a tehetséges fiataloknak, szüleiknek és a tehetséggondozásban résztvevő pedagógusoknak arra, hogy megvitassák nézeteiket, kifejtsék véleményüket és megosszák egymással tapasztalataikat.